Találkoztam vele 10 éve, 6 éve, és nemrég, és egy gyökeresen átalakult, pozitív értelemben mondom, egy más minőség jött velem szembe. Tehát amit érzek belőled, az a Fene gyerek Stoll András helyett egy olyan bölcsesség, amire muszáj rá kérdeznem. Ez nagyon érdekes, mert ebben engem még nem szembesített senki. De azt gondolom, hogy valóban így van. Azt sem bánom, azt a 10 évvel ezelőtt is Stoll Andrást sem bánom, és a 6 évvel ezelőtt itt sem. De fura módon furcsát fogok válaszolni rá. Ehhez kellett egy másik ember, aki nem én vagyok, hanem a párom. Aki nála jóval fiatalabb, de mégis jóval bölcsebb. Vagy valahogy sokáig nem hittem abban, hogy esetleg van lélekvándorlás, vagy hogy folyamatosan tanulni jövünk a Földre, vagy hogy egyre nagyobb tudáshalmazzal szerepelünk az életünkben. És ebben a kapcsolatban én nagyon sok mindent tanultam. És azt gondolom, hogy az, amit te látsz, az ennek eredménye. Én azt hiszem, vagy azt gondolom, hogy vannak olyan fázisai az életnek, amikor még nem vagyunk készek, akár még arra sem, hogy tanuljunk valakitől. És valószínűleg pont abban az idő intervallumban kapott el engem. Én 49 éves voltam, amikor találkoztam a párommal. Húha, ez egy izgalmas szám. Bizony. Szándékosan is mondtam ki, hogy akár erről is beszélhetünk majd. Hogy elkezdett engem úgyis, mint egy anya, úgyis, mint egy társ, úgyis, mint egy szerető, úgyis, mint egy szerelem, és úgyis, mint egy legjobb barát, elkezdett velem beszélgetni. És azt kérdezte tőlem, visszatérve például a Fene gyerek Stoll Andrásra, hogy vajon te még mindig az a Stoll András vagy, aki még éjszakákba bulizni akar menni, aki még különböző botrányokban akar részt venni, vagy te már csak meg akarsz felelni annak a képnek, amit te voltál 30 vagy 40 évesen. És ez csak egy dolog, amiről beszélünk. Nagyon fontos a hitelesség. Megmondod, mit válaszoltál? Azt, hogy akkor nem tudom, de valószínűleg igaza van. Nagyon, nagyon érdekes volt az. Én azért örülök, hogy ennek a műsornak ez a címe, és azért örülök, hogy ezzel kezdted, hogy ez a Boldogság Minisztériuma, mert én azt mondom, hogy a boldogság az egyfajta út, vagy egyfajta tanulható dolog. Tehát én azt hiszem, hogy azt, amit én most tanultam, és azt, amit én most tudok, ha tudok, azt ennek a tanulási folyamatnak a részeként élem meg, és én azt gondolom, hogy egyre boldogabb tudok lenni. Nem gondoltam például, régen azt hittem, sokkal feketében és fehérebben láttam a világot, olyan szempontból, hogy mi a férfi és mi a nő. Ma már egyáltalán nem úgy gondolom, ahogy gondoltam mondjuk ezelőtt 3 évvel. És tudod, mi a legérdekesebb, hogy ugye én miután egy ilyen domináns férfi típus vagyok, nagyon sokszor és sok olyan barátom volt, aki hasonlóképpen vélekedett arról, hogy mi a férfi dolga a világban és mi a nőnek a dolga a világban. És amióta ezzel a társal vagyok, azóta egészen más gondolok erről a világról. Egy nagyon egyszerű kérdést tett föl nekem. Te mit szólnál, ha én ezt csinálnám? Ez is bármire vonatkozhat. Arra, hogy mondjuk én flörtölök, vagy arra, hogy mondjuk én válaszolok egy SMS-re, vagy arra, bár tehát nem feltétlen nő-férfi viszonyról beszélek én. És akkor mindig egész egyszerűen azt idézőjelben nem szeretem, vagy gyűlölöm ebben a kapcsolatban, hogy mindig igaza van. És az rettenetes. Amikor egy idő után, még ha az elsőre még puffogok is, hogy de hát azért mégiscsak én vagyok a férfi, és aztán belegondolok, hogy igen, de közben meg igaza van, én mit csinálnék? Én hogy lépnék meg egy ilyen helyzetet? Ne arra úgy, hogy ömlik belőlem a szó, csak annyira érdekes dolgot pendítettél meg. De az az érdekes ebben, hogy tulajdonképpen én veled sikerről, pénzről, önértékelésről szerettem volna beszélni, és hát ha nem tudnád, te nagyon szerelmes vagy. És én is ezt látom, hogy nem voltál tanítható még 10 éve, és az a fajta, és azért bírom, mert te azért, hát hogy is mondjam, merted veszélyesen élni az életet. Azt is bírom különben, mert az egy felelősséget vállal mindenki mindenért, mint tudjuk. Úgyhogy az akkor az életszakasz, de hogy egy ilyen, tulajdonképpen ha Hollywoodba születsz, James Dean, aki sajnos belehalt, te pedig hála Istennek, egyszer csak taníthatóvá váltál. Igen. Biztos, hogy kell hozzá a személy is,
és kell hozzá az életkor, kell de hozzá te kell ezt hozzá. És kellek hozzá én. Igen. Miért leélhetted volna az életed úgy, hogy akár jön ez a nagy érzelem, aki nyilván egy atavisztikus hatás, tehát, hogy, vagy megkölcsönhatás. De lehetett volna nem tudomást venni róla, hogyha te be vagy ágyazva magadba olyan szinten. Valószínűleg nekem igényem is volt erre. Tehát azt hiszem, hogy pont akkor is, pont abban az időszakban jött, amikor egész egyszerűen én erre nyitott voltam. És azért beszéljünk erről nyíltan. Ez egy nagy váltás egy férfi életében, amikor lezár egy kapcsolatot, ráadásul úgy, hogy két gyerek van. Soha nem lehet igazán lezárni, hiszen ezek a gyerekek, és nem is kell azt hiszem lezárni, hiszen mi társak voltunk az életben, társak is maradunk. Nyilván, persze. Nyilván. De kellett valaki, ahhoz nagyon nagy erő kellett, hogy valószínűleg ott valami nem működött jól, nem működött őszintén, még akkor sem, hogyha az ember azt gondolja, hogy őszintén éli az életét. Valami ott akkor nem volt tiszta. Vagy nem volt tiszta akár az érzelmi része, hogy az ember azt gondolta, hogy, és most lehet, hogy ez megint durva lesz, vagy lehet, hogy erre megint majd írnak az újságok, hogy valami kényelmes. Egy férfi embernek nyilván az is megvan, hogy megvan az egzisztenciám, nyilván a gyerekeknek kell a biztonság, de vajon az-e a biztonság, amikor az ember hazamegy, és leül a tévé elé, és bambulja a tévét, és a gyerek ezt látja csak, és arra hivatkozik, hogy fáradt, talán maga is elhiszi, hogy egyszer nagyon sokat dolgoztam, Tomi, hagyjatok egy kicsit tévézni, vagy az-e a jobb apa és egy jobb társ? Ha motivált vagy lelkes. Így van. És hogyha jó állapotban vagy, hogyha úgy látnak a gyerekek. Szóval iszonyú nehéz kérdés. De megint visszautalok, hogy kellett hozzá valaki, aki végig kézen fogva vigyen ezen az úton. Igen, én is úgy érzem, hogy dimenzióváltásban vagy, és miután belül egy nagyon erős transformáció van Stoll Andrásban, ez biztos leképeződik kívül is, tehát ez a jelen az életedben, kívánom, hogy sokáig jelen legyen. Te válaszolj már nekem arra, miért ide jöttél, hogy most ennek a Stoll Andrásnak mi a véleménye, a sikerről, vagy hogy van jelen a te belső életedben a siker, és mi számodra a siker? És hát tulajdonképpen ennek kapcsán megkérdezhetném, hogy a siker a boldogság, vagy valami más? Hú, ez iszonyatosan nehéz kérdés, szerintem ez megint életszakasz kérdése. Próbálom végigvenni. Én nagyon szerettem volna, ha szeretnek. Iszonyatos vágy volt bennem. Gyerekkoromtól kezdve mindig szeretett, mindig úgy próbáltam élni az életemet, hogy én egy közkedvelt ember legyek. Mindig kerültem a konfliktust. Az elején még nyilván az a siker, amikor tapsolnak, amikor megismernek, de aztán elérsz egy bizonyos szintet ebből a szempontból, amikor már nem nagyon van olyan ember, aki valamilyen módon ne ismerne, ne hallott volna rólad, és ne alkotott volna rólad képet, hogy te milyen ember vagy. Van egy mondás, miszerint vannak a teremtő férfiak, akik olyan nagyon jók az anyagban, létrehoznak, és gyakorlatiasak. És akkor vannak azok a férfiak, akik ugye a konyhaasztalnál jól el lehet filozofálgatni. És most én úgy érzem, hogy te mind a kettő vagy, és az arányok nagyon jelentősen megváltoztak ebben a kérdésben. Tehát most már le lehet veled ülni, és az élet nagy kérdéseiről beszélni, akár egy nőnek is. De a kollégáidnak gondolom a színészet kapcsán, tehát azért ez egy színésznek a belső tartalma. Tehát nyilván azért elgondolkodtál nagy kérdésekkel. Persze, de... De valóban így van, hogy én meglehetősen az első típusba tartoztam, elég erőteljesen, és ezt is megtanultam, és bármilyen furcsa, és ezt javaslom kedves férfitársaimnak, hogy nyissák meg a lelküket és a szívüket, mert nagyon nagy élményeket szerezhetnek azáltal, hogy olyan beszélgetésekben vesznek részt, amiket addig eltoltak maguktól, mert azt mondták, hogy ez nem férfias dolog. Minél inkább kinyitod a szíved és a lelked, legalábbis én azt tapasztalom, annál ez is persze közhelye, hogy beszélünk, annál gazdagabb vagy. De valóban olyan síkjait lehet megélni az életnek, amit nem is gondolnánk. Nagyon sok szint van. És én azt gondolom, hogy talán elindultam ezeken a szinteken fölfelé. Én nagyon jól érzem magam ezen, ahol most vagyok, de nagyon nyitott vagyok arra, hogy még tovább tanuljak. Hát ez elég, de most egyet bekérdezek, jó, nem muszáj rá válaszolni. De. Muszáj, hogy megkérdezzem, hogy pillanatnyilag mit gondolsz, hogy szerinted mi emberek minek születünk meg? Tanulni.
tanulni és adni. Én azt hiszem, hogy mindannyiunknak van feladata. Azt hiszem, hogy nem véletlenül maradtam életben, nem úgy, mint James. És most nem őt akarom ezzel, hogy neki nem ez lett volna a dolga. Ő megtette azzal az üzenettel azt, amire ő számba volt. De valószínűleg én nem véletlenül vagyok még itt. Nekem az a dolgom, hogy adjak. Mindenkinek és mindent. Szeretetet, munkát, élményt, bármit, ami nekem van. Neked magaddal van dolgod, önmagad feltöltése nélkül nincs mit adnod másoknak.